Sziasztok, én Dave vagyok, ez pedig itt az Anime Szurdok, ez pedig a Naruto Online Game. The Fifth Kazekage 798. szerveren próbálunk ma szerencsét. Reméljük működni fog a játék. Be is jelentkezünk, méghozzá ugye YouTube-akkal. Reméljük az a YouTube van éppen belépve, amelyik kell. Volt egy szavazás, ahol szavazhattatok a ninjákról, hogy kivel kezdjük. Szívem szerint én örültem volna, hogy vagy ő vele kezdjük, vagy pedig ő vele. De ti őt szavaztátok meg. Adjunk is neki egy nevet. Egyértelműen a csatornára utalva Anime Szurdok lesz. Induljon a menet. El is indítjuk a sztorit. Kapunk cuccokat, különböző küldetéseket kell teljesíteni, mint ahogy a ninjáknak kellett ugye az animében is. Már is kettes szintre léptünk, van egy online packünk, ami motivál arra, hogy minél többet játsz. Ugye látjátok, 4 perc van még hátra, illetve 5, és akkor újabb cuccokat vehetünk fel. Van egy ilyen hot topic, ahol különböző dolgokat találunk. Itt szoktak lenni játékok, most is van egy ilyen Halloween-es játék. Van is egy ilyen free refreshünk, és láthatunk egy kék holdat. Hú, de reggel van még, gyerekek. Igen, és most mit csináljak vele? Klikkeljek rá, vagy mi? Hát jó, egyelőre lenézünk. Redeem, itt lehet látni, hogy miket lehet nyerni, ugye lehet majd nagy konohamarút és egyéb cuccokat. Induljon is a játék. New event, igen, ezt néztük az előbb. Vannak ilyen havi dolgok is, na nem a női panaszokra gondolok, hanem havi küldetésekre. És akkor kezdjük meg a story módunkat. A zenéket én nagyon szoktam szeretni. A futás az aránylag ilyen közepes szintű, reméljük nem nagyon fog akadni. Igazából én már nagyon régóta terveztem, hogy ezt végigjátszás szinten felveszem nektek, mert egyszer eljutottam azt hiszem ilyen 45-ös szintig, de sose engedte meg a netem, most viszont ugye bekötöttük végre nagyobb netet, hát reméljük, hogy ez is elég, ha nem, akkor sajnos videókártya probléma lesz, de bizakodó vagyok, úgyhogy most még le se állítom a felvételt, az első rész ilyen teszt lesz, tesztlek süveg, Naruto itt közben elsütötte azt, hogy ő tud mesztelen nővé változni, ez még nem igényel 18-as karikát, de Naruto ez csúnya dolog volt. Itt van Konohamaru. Igazából a szálat fogjuk végigvinni, amit láthattatok az animében, hogyha követtétek a Naruto című animét, meg utána a Shippudent is, és most a Borutót is, remélem azt is beleteszik. Közben 3 a szintűek lettünk. Én nagyon szeretem, egyik kedvenc animém. Megjelenek is, ezt megsúgom. Megkaptuk Narutót, így van, be is regisztráltuk, confirm, team, a teamnél tudjuk berakni, mi döntjük el hova tesszük, én beteszem most az anime szúrtok karakter elé, ez módosítható a későbbiekben. Oké, Konohamaru trió az első küldetés, csapjunk is bele. Ránk is támad. Különböző jutsukat tudunk ugyanúgy megtanulni és alkalmazni. Ha minden igaz, akkor egyszerre vagy 2 vagy 4 különböző jutsut tudunk megtanulni, illetve használni. Ez hasonlít a Pokémon játékokba. Aha. Igen, 4 hely van, de igazából majd ezt megmutatom, hogy hogy állítjuk be a ninjáknál. Itt a 4 csapattagnak a jele lesz. Lent. És a fő jutsukat ott állított be, különböző team bónuszokra kell törekedni, hogy összejátszanak, olyan jutsukat alkalmaz, amik segítik egymást, olyan, mint a Pokémonban a szuper effektívség körülbelül. De itt is van szél, föld, tűz, villám, és stb. Hoppá, na mindegy, hogyha már beleklikkeltem, itt megmutatom, hogy ugye át lehet tenni harc előtt, beállítottuk. És akkor még azt mondom, hogy kezdjük Noagival.
Erre félre klikkeltem, persze. A Pokémon rajongóknak is ajánlom szívesen, hogy ha van kedvetek, nézzétek nyugodtan, szerintem lesz az olyan élvezetes, meg ha kedvet kaptok, ti is regisztráljatok a szerverre, közben megfulladok. Picit beteg vagyok, de majd jobb lesz. Regisztráljatok a szerverre, és akár játszhatunk együtt is, alapítunk majd egy klánt, aminek az lesz a neve, hogy Anime Szurdok, és akkor gyertek ti is. Ezek a távlati terveim, na de... Most koncentráljunk arra, hogy levertük Konohamaruk ékat. Elég hamar volt, Konohamar. De jó vagyok. Na, kellene az a kávé, csak nincs jól a gyomrom sajnos. Úgyhogy most nincs kávé. Helyette pihenő van így. Ami nektek őszi szünet, nekem nem őszi szünet, de azért munkaszüneti nap lesz holnap. Kaptunk ilyen Black Iron-t és egy potit, különböző tárgyakat kapunk minden küldetés után. Közben 4-es szintűek lettünk, nagyon király, ott egy táncikáló macsek. Ó, közben látom lejárt az online pack. Pak. Oké. Okay. Leadjuk a Hokage-nek a küldetést. Megyünk tovább. Ilyenkor azt is szerettem a játékban igazából, hogy sokszor hagytam, hogy csak fusson, menjen el a küldetésig, és addig tudtam más csinálni. Persze nem a gépen, hanem egyéb dolgokat. Oké, okay, ötösök lettünk. Megjelent ez a Benefit Hall. Igen, ma KED van. Regisztráljuk. Hát a hónapból, hogyha játszottunk volna minden nap, akkor a részeges lead megkaptuk volna. De mivel most csak egy napot regisztráltunk, és már holnap új hónap van, ebből kicsúszunk sajnos, és ilyen egyéb nyalánkságokat lehet nyerni, ugye attól függ, hogy hány nap játszol, hogyha én két nap játszok, akkor még talán meg lett volna, de hát pont kicsúszunk. Se baj, megnézzük, hogy holnap kit lehet majd kapni. Van ilyen napi 5000, ami hasznos, a powerünket is fel kell növelni, ezekre majd később kitérek. Kicsit ilyen tanító jellege lett az első résznek, se baj. Szerintem így is hasznos, ha már valamit megértetek abból, amit én itt össze-vissza hadoválok. Na, második küldetésünk, ugye beérkeztünk az osztályterembe. Ott van egyből Naruto, megjött Sakura és Inoue, a két leányzó, akik itt a szerelmi szálakat bonyolítják, főleg azért, mert mindketten Sasukéért vannak oda. Ti milyen srácok voltatok, odáig voltak értetek a lányok, vagy pedig nem? Írjátok meg kommentben, ha pedig lányok vagytok, akkor írjátok meg, hogy Sasuke vagy Naruto. Melyik a kedvenc? Hoppá, itt egy csúnya jelenet volt, ezt gyorsan tovább is nyomjuk, ez véletlen történt az animében. Valaki meglökte Narutót, és ezért előre csusszant. Igen, most jogosan kérdezhetnétek, hogy miért van két Naruto. Az egyik Naruto a mi Narutónk, a másik pedig ugye a sztori alapján is itt volt Naruto a sztoriba. Nagyon sokszor fognak, de jól hangzott ez így, nagyon sokszor fognak szerepelni az animében szereplő karakterek annál a jelenetnél, ahol ők valóban ott voltak. Tehát úgymond ilyen segítőként is hasznosra válhatnak. És néha kell is, tehát lesznek olyan erős ellenfelek, mint Orochimaru vagy az Akatsuki, ahol igazából, ha nem lenne ott az eredeti, lehet, hogy nem tudnád legyőzni. Ugye ez egy jó dolog. Már a játék úgy látom dizájnban sokat fejlődött. Én most kicsit csodálkozok is, mert jó egy éve nem játszottam. Mert akkor ezért egy kicsit lejjebb volt maradva. Minimális változtatások vannak, ezeket azok látják, akik játszottak régen is. Most bedühöttek a lányok, mert elvertük Sasukét. Én azt mondom, hogy első körben intézzük el Inót. Ugye a tudatrabló cucujával veszélyesebb rám, mint Sasuke. Sasuke az Sakura. Tényleg nagyon reggel van. Mert Sakura gyógyító ninja. Ő vissza tudta volna tölteni az életét, de így esélyt se adtunk neki. Persze a valós életre... A valós életben, fiúk, sose játszatok, dehogy nem, játszatok persze ninjásat úgy, hogy nagyobb sérülést okozzatok, és persze nem verünk lányokat, fiúk. Ez volt az oktató rész, na de térjünk is át arra, hogy most ninják vagyunk, és nem a való életben játszunk, hanem itt online, egy jó közösségben, ami remélhetőleg kialakul hamarosan.
Második küldetés is teljesítve. Jöhetnek az ajándékok, azaz egy ajándék, én mindig telhetetlen vagyok. Blue bronze, kék bronz, ezek fejlesztő cuccok, úgyhogy metineztetek, azt tudom példának hozni, ott is volt, hogy a kovácsnak vinni kellett ezt-azt. Hát itt is van olyan, hogy különböző cuccokat kell gyűjteni annak érdekében, hogy tudj fejleszteni. Ez a kék karika jelzi, hogy valami történt, úgyhogy tessék klikkelni. Első nap játszunk, kapunk egy csomó pénzt, két ilyen tekercset és cuccokat. Holnap pedig megkapjuk Temarit, aztán Shikamarut, aztán Kibát, és így tovább. Ha minden nap játszunk. De amúgy szerintem lehet minden nap játszani, nem kell túlzásokba vinni. Napi egy óra, másfél óra bőven belefér tanulás után nektek, nekem pedig munka után. Szeretném ezt egy napi sorozat szintjén vinni. Na, ninja. Iruka. Megkapjuk Sasuke-t is. Persze egyből megkapjuk ugye a két főszereplőt. Ez az. Azt tetszik amúgy, hogy a japán hangokat benne hagyták. Nagyon élethűen. Team. Ugye betehetjük Sasuke-t is. És akkor itt van egy ilyen rész, hogy ráklikkelsz a ninjákra, és etetés. Na most ez nem azért van, mint a, nem tudom, Tamagocsiknál, hanem hogy ezzel látjátok, felvitte a szintjét level 6-osra, tehát ezzel szint felhozást tudsz elérni, nem kell végig küzdened vele a harcokat, hanem egyből azon a szinten lesz, ahol te tartasz. Próbálok minél több mindent elmondani azoknak, akik még esetleg nem találkoztak ezzel a játékkal. Visszajövünk a harmadik Hokage-hoz, kapunk megint egy csomó cuccot, és elérkezünk azt hiszem lassan oda, hogy majd tudunk fejleszgetni. Hoppá, megjött az Ambu Ninja, az Ambu ugye egy ilyen titkos ügynökség, mint az FBI. És Beat the Wolves Back. Nézzük meg a harmadik küldetésünket is. Felvesszük a treasure-t, ugye majdnem minden terepen el vannak dugva ilyen treasure-ök, itt egy farkas. És különböző goldok, stb. Ezeket össze kell gyűjtögetni, akkor kapsz az ajándékot, ha mindet össze sikerült szedned. Kezdjük egy Naruto cicujával. Majd szerintem ezt követően jöhet Sasuke-nek a tüze. Hoppá, idézett egy másik farkast. Tűztámadás, billentyűről irányítom, ugye QVR, ezekkel tudjátok használni, illetve ugyanúgy kurzorral is, de nekem jobban kézre esik, hogy a bal kezem a billentyűn van. Ezt könnyedén lenyomtuk, itt az elején igazából még könnyen tudtok haladni, hát eléggé rossz lenne az a játék, ahol a harmadik küldetésnél nem tudsz tovább jutni. Bár, ha belegondolunk, hogy a Revolution-ból ugye hogy állunk, hát ott is feltartóztatja egy kicsit, pedig még mindig csak azt a kicsit nyújtjuk. Ha még nem látod az Revolution részeket, oda is nyugodtan nézz át, megtalálod a csatornát. És persze iratkozz fel, dobj egy lájkot, ez volt a reklám helye. De nem kellett közben nézned semmit. És itt is elmondom, hogy hamarosan az arcomat is látni fogjátok, miközben játszom. Csak hát még mindig nem érkezett meg a megrendelt termék. Az USB hosszabbító. Na, azt nem lehet találni ebben a játékban. Viszont a Borutóban már szerintem simán lehetne, mert ott nagyon átcsaptunk a középkorból. Hát ő is ilyen, mikor is játszottad ez az anime? Hát egy középkorra utaló jelek voltak. Átcsaptunk a modern világba, ahol hamburger, Burger King és egyéb finomságok vannak. Hoppá, itt a nagy fehér farkas. Azt kellene először intézni, ugye a falka vezér. Ez az, látjátok? Na ezt mondtam, itt vannak a kombók, hogy Naruto megüti, és Sasuke pedig Jutsu nélkül már tízzel támad. Hoppá, idézett még két farkas, na ez már egy keményebb mérkőzés. Mi pedig ugye villám ninja, hogy hát ez fölkentük szó szerint a falra. Falra hány farkas. És két kincset is kapunk, mert teljesítettünk minden alkületés részt. Az egyik egy poti, a másik pedig egy bronzkő.
Hoppá, már is level 7-re léptünk. És jönnek a talentek. Got talent. Nézzük meg. A talenteknél tudjuk a jutsukat módosítani, azt tudom. Lehet ez a Laigiri, lehet Chidori, és lehet Lightning Sword. Én azt mondom, legyen egy Chidori bekapcsolva, attól függetlenül ez itt lesz, és majd még ezeket is kitöltjük későbbiek folyamán. Itt látom, hogy van egy Lucky Dice-unk, azt nem tudom jelenleg használni, viszont itt egy ajándékcsomag, amit kibontottunk, és mennyi mindent kaptunk, köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Ezeknek még későbbiekben haszna lesz, most pedig megmutatom, miként tudtok fejleszteni cuccokat. Random szerezzük az első cuccokat a küldetések folyamán, és ha ki van írva, hogy upgrade, akkor itt írja, hogy mi kell hozzá, de ha ki van írva, akkor megvan hozzá a kellék, és akkor így tudjátok alakítani és tovább felerősíteni, hogy a defense-et növeltük. Itt nincs is több. Itt sincs. Én neki meg alig van cucca. Fő ninjánknál sincs. Itt is lesznek még különböző szintelgetések, alakítások. Na, ugye növelni kell a szintjüket a tárgyaknak, én beszoktam kapcsolni, hogy mindig tolja automatára. Ez nagyon hasznos, és elvileg, ha jól emlékszem, akkor minden karakternél érdemes növelni. Hogyha mondjuk Sasuke-t kicserélem később Kankuróra, akkor ő kapja meg az ő általa használt cuccokat, úgyhogy nem akarunk neki hátrányt okozni, közben letelt az újabb perc, és most negyed óra múlva kapjuk a következő cuccot, ugye minél többet játszunk, annál hasznosabb cuccot kapunk a végén, ami nagyot akartam mondani, de hát ez lett. Ez sült ki belőle. Most pedig megy a futi-futi. Leadjuk a farkasos küldetést. Tök kellemes, nyugodt zene szól a faluban. Hallgassátok egy kicsit. Sok játékos. Kész a küldetés. El kell mennünk Asumához. Igen, az ilyen online MMO dolgoknak az a hátrány, hogy nagyon sokat kell rohangálni egyik helyszínről a másikra. Később lesz teleportálásra is lehetőség. De hogy mikortól, azt pontosan nem tudom. Nem emlékszem. Inosikacsó. Ugye ők az egyik csapat. Nem tudom, ti hogy álltok vele, nekem az egyik kedvenc csapatom már nőtte ki magát az anime során. És ugye Asuma a fővezér. Nem akarok nagyon spoilerezni, de volt rész, ahol nagyon sajnáltam Asumát. És akkor küzdjünk meg Chojival! Aki később pillangóvá tud válni. Jó lesz. Nem tűnik erős karakternek, de egyébként az. Ugye visszatöltje az életét, miközben chipset eszik. Katon, végül. Jó, azt hiszem, hogy most nincsenek... Ó, oh, ott egy treasure, eldugva a cuccok, pont ezt kezdtem volna elmondani. Ezt felvettük. Aztán majd kiderül. Közben itt iszom a forró teát, hogy gyógyuljak. Itt van most már Choji és Shikamaru. Shikamaru árnyékokkal játszik, úgyhogy őt tartom, hogy veszélyesebbnek. Le tud fogni minket, és nem tudunk harcolni, úgyhogy a bénító ninja. Aztán jöhet egy kis árnyéklón. Jó, Chojit leütöttük. Chojit. Hát azért mások, mikor így egy húzamba rögzítek, mint amikor átgondoltam, fogok beszélni valamiről.
De hát ennek is megvan szerintem a maga varázsa, a bakikat nem fogok mindent kivágni, mert én is ember vagyok. Bármi meglepő. És akkor itt van Inos Pikachu. Inos Pikachu! Nem. Igen, egyből bevittük a megütést a vezérrel, az anime szintokkal, mert hogy ez is mindig az anime szintok. Mi más lenne? Oké, tüzeim. Ó, pont tüzelni akartam, és lekontrollált a szegény Sasuke-t, úgyhogy csak árnyék klónokra tudom. Mert ezt mondtam, ezért jó Shikamaru. És egy hatalmas felütéssel nyert a mi csapatunk. Küldetés teljesítve. Egy piros kristály. Level 8, itt még nagyon gyorsan haladnak a szintek, aztán lesz majd mikor belassul. Aha, most újfajta fejlesztést fogunk csinálni. Itt láthatjátok, egy ilyen kis nyilacska van rajta. És ide bejövünk. Így van, a gyűrűt továbbfejlesztettük. Ide még nem kaptunk cuccot, nem. Ide majd különböző dolgokat fogunk behúzigálni. Közben egy alküldetést is teljesítettünk, ezért kaptunk 5000 dolcsit. Megint kaptunk cuccokat. Elhalmoznak minket egyébként itt a játék elején. Mekkora kardunk van, most nézem. Elég furán tartja, ahogy fut. Hogyha te is szavaztál Instagramon, akkor írd meg, hogy miért őt választottad, ha rászavaztál. Érdekel. Ha pedig még nem vagy Instagramon a követő, akkor azt a leírásban megtalálod. Kövess bátran. Látjátok, itt semmi Nescafé, semmilyen reklám nem jön, csak az anime szurdok reklámozása. Ha meg néha jön áll. De hát ő is a szurdok tagja valamilyen szinten. Egész nagy szinten amúgy. Megérkeztünk Kakashihoz, ugye a hetes csapat tagjai lettünk mi is. Kakashi Narutoéknak a vezére. 20-as ninják szaladgálnak, azt nem fogom kihívni még. Bárha így haladunk, már 9-esek vagyunk. Ezt a 8 perces ajándékot megvárom, úgyhogy essünk is neki a Kakashi triálnak. Vagy trialnek. Kinek hogy tetszik. Körülbelül amúgy ilyen fél órásak lesznek talán a videók, vagy max 45 percesek, mint egy tanítási óra. Hát itt minek futkározok, nincs itt semmi, akkor gyerünk, harc! Igen, Kakashi és a sok Naruto. De először is a rengeteg árnyékront kell legyőznünk. Hát ez nem lesz nagy cucc, szerintem. Belecsapjuk a közepébe. Hát ezzel csak egyet csapunk le, ezért jobbak azok a jutsuk, amelyik térfélre csapnak, tehát nem egy ninjára, hanem többre. Mint például a tűztámadás, amit mindjárt bevetünk szerintem. Ezért jó, hogy itt van nekünk Sasuke. Ha csak le nem csapják szegényt, nagyon-nagyon megköszönhetek. Jó, már csak egy maradt. Se. Jó, megverték szegény Narutót, ezért dühös. Csengős küldetés, a csengőt kell megszerezniük, és Kakashi különböző nehézítéseket ad, hogy ne tudják megszerezni ezt a csengettyűt. Jaj, most egy genjutsuba vagyunk. A genjutsu, azt úgy képzeljétek el, ez egy olyan dolog, próbálom megfogalmazni szakszerűen. Mint hogyha álmodnátok, vagy rémálmatok lenne, és azt hinnétek, hogy az a valóság.
és igazából érzitek is a fájdalmat közben, pedig nem is a valóság. Azért láttuk például Sakurát ott kiütve a földön. A kutyái egyből lecsapták Sasuke-t, mert ugye a sztoriban az a történet, hogy Sasuke itt kiesik. Tehát igazából vannak ilyenek, amikor nem kell megijedni, ez így történt az animében. Sajnos lesznek olyan szereplők, akik meghalnak, eltávoznak tőlünk. Hát a mi csapatunkból ugye nem, de hogy a sztoriból kiírják sajnos őket. Na hát ezek már okoztak megható tényeket még tőlem. Azaz még nekem, nem tőlem is nekem. Hát ezt gyorsan itt ledaráljuk. Darált Kakashi. Megsütjük, és pum! Megvan, őt is neki csaptuk a falnak. Ez a mi titkos ütésünk. Annyira titkos, hogy már nem az. És elvileg a harmadik rész az lesz az utolsó ennek. Igen, itt Narutót kikötözték, mert nem jól csinálta a dolgokat, és az volt a lényeg, hogy nem adhatnak kaját neki, de mivel adtak neki kaját, így igazából így teljesítették a küldetést. Ez egy hatalmas csavar Kakashitól, az ő kezébe pedig Jiraiyának a könyvét láthatjuk, amit olvas. Nem mondom el, hogy miről szól, nézzétek meg az animét. Érdekes ízlése. Maradjunk annyira. Közben pedig itt harcolok folyamatosan, támadunk, ütögetem a QVE gombokat, amivel a gyűjtőben csináljuk. És ez csak egy árnyék volt, és most hozott egy vízklont is. Azért ez a Kakashi jó erős, hát mégis ő a mesterünk, és később pedig Hokage is lesz. Spoiler, elnézést mindenki. De érdekesebb az egyébként, hogy hogyan kapja meg a Hokage címet, mint hogy miért lesz pont ő az. Most értem rá, hogy néha nehéz kommentálni és meg koncentrálni az eseményekre. De igyekszem. Ez is megvan. Na? Küldetés teljesítve. 5 küldetés is belefért egy részbe, az igen. Mondjuk későbbiekben lesznek egyéb dolgok is, amivel indítom majd a játékot a játékon belül. Ezt majd akkor megértitek. Tudom, hogy erre még nem vagytok felkészülve, de majd később megszeretitek. És érteni is fogjátok. Elértük a 9-es szintet, juhú! Kaptunk egy csomó XP-t. Hó, 10-est! Mit 9-es? 10-est! És megkapjuk Sakurát. Na, a gyógyító ninja nagyon hasznos, úgyhogy nálam a nagy Sakura az általában benne is szokott lenni. Ami még külön élmény a játékban is és az animében is, hogy végig kísérhetjük, hogy hogy nőnek fel, gyerekből hogy lesznek felnőttek. Ez királyság. Ajánlják is, hogy tegyük be a teambe, őt hátra szoktam, mert ő ilyen védő inkább. Etessük. Ja persze, hát egyes szinten kaptuk, egyértelműen etetünk, adhatunk neki egy zsömit. És ezzel eléri vajon a 10-est? Egy zsömlével is elérte a 10-est. Van, amikor már többet kell adni a feletetéshez. Feletetés, fú, de rosszul hangzik ez a szó ide. Na, hot topics, megnyílt valami. Van egy ilyen havi szerencse játék, dobunk egyet a kockával. 3. Jó, kaptunk egy olyan akármit, dobjunk még egyet? Nem tudom. Hát ezt meg már egy nyom... Jó, tudunk 4-et aktiválni, na. Aktív. Vagy nem így kell aktiválni, vagy hogy kell? Azt még nem annyira vágom. Viszont ott egy tök, azt vegyük fel. Vagy megnézem, hogy fel tudjuk-e venni. Vagy ez egy játékos? Ja, az egy játékos! Ó, de becsapódtunk.
vannak ezek a cuccok is, ebből 9-et tudunk nyitni, kaptunk ilyen rúnát, egy dangót, egy túlpakkot, az tök jó, egy ilyen piros valamit, még rúnát, fejlesztő cuccot, kéket, és még egy ilyet, és még rúnát, ezeknek majd később megtudjátok mi haszna lesz, meg ezeket miért kell kigyűjteni. Igen, igen, igen. Daily practice. Ó, level 17-en lehet majd. Server opening event. Igen. Nagyon jó haladunk. És meg lett a harmadik ninja is, így kaptunk cuccokat. Küldetés teljesítve. Négy ninjat kéne szerezni, itt van egy ilyen küldetés, a küldetés. Itt láthatjátok, rengeteg ninja lesz. Úristen, mennyi. Na, ezeket majd mindet begyűjtjük. Menjünk vissza a harmadik Hokage-hoz leadni a küldetést. Közben majd az online pakkot is kinyithatjuk. Közben mindjárt eletűt az óra. Furcsa még ez az óra átállítás egyébként, még szoknom kell. Vegyük is ki. És újra visszaértünk a Hokage-hoz. Itt vagyunk mind a négyen, azaz öten. Itt jött Tazuna, a hídépítő, vagy Tatsuna. Vele lesz a következő küldetés sorozat. Igen, el kell majd menni a hídhoz. Itt vannak ilyen elit cuccok, de csak 20-as szintől lehet. Itt is, igen. Ugye emiatt kaptuk meg Sakurát. De ezt már csak a következő részben láthatjátok. Köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ha minden jól megy, ez egy napi sorozat lesz. Úgyhogy tartsatok velem minden nap. Sziasztok!